Kanada magyarországi nagykövet asszonya Pécsen járt, az Egyetem Szűrészeti és Borászati Kutatóintézetében nemrég. A látogatásról készültek ezek a fotók. A betegségeknek ellenálló bioszőlő fajták érdekelték a diplomatát, mondja az intézet kutatási igazgatója. Peronospora és liszharmat ellenálló szőlőfajtákról esett szó, illetve olyan csemege szőlőfajtákról is, amelyek ökológiai termesztésre alkalmasak. Sokan azt gondolnák, hogy a kanadai területeken csak üvegházban vagy fóliasátorban lehet szőlőt termeszteni, de ez nem igaz, mert a Kanada déli részein számos olyan területtel találkozunk, ahol szabad földön is az európai fajták megtermeszthetők biztonsággal. Így az sem kizárt, hogy a Pécsen nemesített szőlőfajtákból kerülhetnek ki egyedek a tengeren túlra a jövőben. De a tanároknak, diákoknak is lehetőséget biztosíthat a látogatás, hogy Kanadában tanulhassanak. Első körben az egyik feladat az lesz, hogy az egyetemek közötti kapcsolatokat feltárjuk, illetve a kapcsolódási pontokat, valós kapcsolódási pontokat megkeressük. Ez a kutatóintézet számára is most egy kiemelt feladat lesz, hiszen az ottani kanadai frankofon régió területére megtalálható egyetemek közül számos kapcsolódási pontot választhatunk. Egyelőre tényleges megállapodás még nem született. A kanadai nagykövet a pécsi szűrészeti génbank iránt is érdeklődött. A kutatóintézetben ugyanis 1800 fajta szőlő genetikai anyagát őrzik. Ezzel az országban a legnagyobb szőlőgénbank a pécsi kutatóintézeté.